Végre itt vagyunk most már a Miami állatkertben. Még nem mentünk be, de a balit nagyon lekötik itt a flamingók. Hogy nézzünk körbe, mit látunk még, illetve hogy várjuk meg, hogy Medi nem fog bealudni. Gyertek velem! A Miami állatkert viszonylag újnak tekinthető, hiszen 1948-ban épült, a budapestihez viszonyítva, ami 1866-ban nyitotta ki kapuit a látogatóik előtt. Kert kettetekben 190 ezer négyzetméternyi területet foglalt el. Mostanra ez több mint 3 négyzetkilométeren helyezkedik el. A budapesti állatkert ehhez viszonyítva 17-szer kisebb. Körülbelül 180 ezer négyzetméteren helyezkedik el. Itt nagyon figyelnek arra is, hogy csak azokat az állatokat rakják össze, amik a természetben is egy közösségben élnek. Már háromszor voltam Ausztráliában, de erről az állatról még nem is hallottam. Tartom, hogy vannak ilyen töltőállomások, ahol a műanyag újrahasznosítására hívják fel a vigyelmet. Úgyhogy itt csak megnyomod a gombot, és föl tudod tölteni a kulacsodat. És forró nyári napon ez is nagyon kellemes. Ilyen hideg mist párát fúj. Csónakázásra is van lehetőség. Van egy kisebb tó, családoknak tökéletes, és egy egész napot el lehet itt tölteni az állatkert mellett. Rengeteg pad van, illetve ilyen pihenő rész, például ez is, ahol lehet ilyen snackeket venni, illetve a gyerekeknek van játszótér is. Vagy babakocsisok, és könnyen meg tudjanak közelíteni bármilyen helyszínt.
nagyon érdekes, hogy amikor Mexikóban voltam, ott volt lehetőségem egy bébi jaguárt megsimogatni, és hát ezeken a részeken is végig leutaztam Mexikóból, egészen Panamáig. Utaztam már életemben, de az Amazonon még nem voltam, és így nagy vágyam most, hogy eljussak oda. Ez a Lion Kingben azt hiszem a Timónnak felel meg. Lehet etetni a zsiráfokat. De hát ilyen hirdalmatlan hosszú sor van oda is. És ott vannak hátul a zsebrák. Viszont van alkohol, meglepő, szülők bírják. Vettem egy vatta cukrot, ha már itt voltam, $5 majdnem. Minden nap tanulunk valamit.
rengeteg ilyen pihenőzóna van, ahol le lehet ülni, meg lehet tenni a hozott sendvicseket, csak nézelődni egy kicsit több mérföldes séta után. Monorail most nem elérhető. Itt is lehet látni az árakat. Az az érdekessége, hogy pont akkor dőlt ki, amikor a Hurricane Irma itt becsapott, és akkor is itt voltam egyébként Floridában pár nappal azelőtt, szeptember 10-én, amikor ez történt, pont előtte utaztam el egy pár nappal. Thank you.
Remélem tetszett ez a videó, és nem mondtátok az állatokat. Hogyha igen, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!